Lendületesen kezdte a meccset a házigazda, 5 perc alatt 8 pontos előny szereztek a cápák, aztán elkezdtek hullani a vendég triplák, így az első szünetre 24-22-es állásnál vonulhattak le a játékosok. A második 10 percben sem lassítottak a nyíregyháziak, nőni kezdett a két csapat között a különbség, a mérkőzés felénél 13 ponttal vezetett Borisz Majkovics együttese. A harmadik negyed kiegyenlített játékot hozott, 1 pontot faragott hátrányából a BKG. A negyedik játékrész elején sorra születtek a Sziget-Szent Miklósi kosarak, így 88-88-nál már egyenlő volt az állás. A hazaiak azonban ismét megszerezték a vezetést, és már nem is adták ki a kezükből. Az izgalmas végjátékban higgadtak maradtak a cápák, és végül 10 pontos győzelemmel zárták le a párharcot, megszerezve a bajnoki címet, és kiharcolva az azzal járó feljutást az A-csoportba. Kezdtünk jó, jó ritmus volt ez a ötödik meccs. Elmentünk fél időben szerintem plusz 14, de utána második fél idő ők jönnek agresszíve, BG spája, lett támadnok, kicsit ott jobb megoldás kell találni, de viszont végén kihúztunk szívól, harcol is én is, akkor megnyerünk ez a meccs is. Azért akartam köszönteni játékosom, ők voltanak hősök voltak. A mérkőzésen 11 pontot szerző Busz Ivánnak másodszor nyit lehetősége arra, hogy levágja a hálót a gyűrűről a nyíregyházi csarnokban. 10 évvel ezelőtt a nyíregyházi kosártörténetben először országos junior bajnokságot nyertünk itt. Akkor másod csapatkapitány voltam, most én voltam a csapatkapitány. Ez nyíregyházi nevelésű játékosként és igazi nyíregyházi gyerekként ez egy gyönyörű dolog, és nagyon büszke vagyok, és ez nagyon szép lezárás ennek az elmúlt 10 évnek, ami tele volt hullámvölgyekkel, csak úgy, mint ez a szezon és ez a mai meccsünk. Bazsó Bruno 24 pontot szerzett úgy, hogy 5 triplát süllyesztett el az ellenfél gyűrűjében. Szerencsére a tét nem nyomott ránk akkorát, hogy ne tudjuk bedobni a dobásainkat. Igazából csapatként játszottunk, úgy gondolom, hogy a védekezésünk ma annyira nem állt össze, de az ellenfélben is vannak olyan játékosok, akik tudnak extrát hozni, de szerencsére győztesen tudtunk kijönni ebből a mérkőzésből, és mi vagyunk a bajnokok. A mérkőzésen 19 pontig jutó Mohácsi Máté egy évvel ezelőtt játékosként érkezett haza Nyíregyházára, aztán az élet úgy hozta, a pálya mellett vezetőként is dolgoznia kellett azért, hogy a csapat elérje a célját. Tökéletes volt ez a szezon, Ernő előtt szerintem így lehetett a leginkább tisztelegni, és végigkövette fentről ezt az egész szezont, az alapszakasz győzelmet, a HEB kupát, rengeteg nehézségen mentünk keresztül így is, hát nem volt egyszerű, de az elődöntőt 3-2-ből behúzni, majd a döntőt hazai pályán egy ilyen kiélezett meccsen behúzni, azt gondolom, hogy ennél komolyabban, vagy ennél színháziabban, nem drámaiabban nem végződhetett volna, úgyhogy ez valahogy így volt fent megírva, és nagyon büszke vagyok még egyszer mindenkire, hogy idáig jutottunk. A bajnok Nyíregyháza és az ezüstérmes BKG Prima Akadémia mögött a MASZT szerezte meg a bronzérmet az NB1B piros csoportjában, a negyedik helyen pedig a Vasas Akadémia végzett.